Kőből Miklós a 19. századi magyar és európai építészet kiemelkedő alakja. Külföldön és itthon is számos remek művet hagyott az utókornak. A csodás Andrássy úti operapalota mellett csak a fővárosban jó néhány épület őrzi a kezemunkáját. Például a Várkert bazár, vagy a Bródy Sándor utcában található korábban képviselőházként működő Olasz Kultúrintézet. Életéről azonban keveset tudunk. Kőből gyakorlatilag semmit nem tudunk, nagyon keveset. Egy mondása maradt fönn, ezt nagyon sokszor idézik, míg elmondom, addig megcsinálom. Nem fecsegett, nem maradtak fönt róla a történetek, anekdóták, mondások. Aki dolgozik, az alkot, az azzal foglalkozik. Szmodics Júlia a 24 éve életre hívott Kőből Egyesület elnökeként fontosnak tartja Kőből építészeti hagyatékának ápolását és köztudatba kerülését, de építészként is a mester rajongója. Ha szabad ilyen személyeset mondani, az én hitvallásom is, és ezért rajongva szolgálom ezt a feladatot, amit 24 éve ellátok. Kőből Miklós 12 színház tervet készített élete során. Az elképzelései a 19. századi színház típusok mindegyikét felölelik. Ám a 12 terv közül csak egyetlen egy valósult meg, a most éppen felújítás és gépészeti korszerűsítés alatt álló Magyar Állami Operaház épülete, amely hamarosan régi fényében pompázik majd az Andrássy út ékszereként. Goethe híressé vált mondata szerint az építészet megfagyott zene. Egy-egy ilyen építészeti alkotásnak, igenis akinek van füle rá, az hallja belőle ki a zenét. Az április 1-i Kőből koncert előtt pár nappal osztották ki az építész szakmában a legmagasabb hazai szakmai elismerésnek számító Kőből díjakat. A hangversenyen részben a díjazottakat is ünnepelték. Mind a kettő atmoszféra teremtő. Mind a zene, mind a építészet egyik legfontosabb eleme az, hogy hangulatot hoz létre, atmoszférát teremt, és talán ez abban is tükröződik, hogy egy térben milyen típusú zenék szólalhatnak meg, egy zene különböző térben hogyan hangzik, és milyen hatást kell. A felépítése strukturáltsága mindenképpen, és egyértelmű az, hogy egy barokk zene, egy barokk építészeti, vagy akár festménnyel nagyon közeli rokonságban áll, ugyanúgy egy szecessziós, vagy egy art déco építészet, vagy festészeti megnyilvánulás nagyon-nagyon közeli rokonságba hozható az azonos korban született zeneművekkel. A főzeneigazgató, az est karmestere, Kocsár Balázs válogatta a koncert zenei menüjét. Tulajdonképpen a 19. század második fele, 20. század első negyedének termése igazából az, amely egyébként, ahogy engem is legjobban izgat, így ez a műsorban is egy nagyon klassz kihívás, lehetőség, hogy olyan fajta műveket mutassunk be, ami egyébként lehet, hogy a hétköznapi közönség számára valamiért ismertek, de talán nem az első választás. Hogy milyen zenéket hallgatott szívesen Kőből, sajnos nem tudjuk, de feltehetően találkozott Mahler és Goldmark műveivel, hiszen a kortársai voltak. Ezért is kerültek be műveik a koncertprogramba. Tette, ami a dolga volt. Otthont adott a családnak, a polgárnak, Istennek, művészetnek, zenének. Minden épülete erről szól. És ennek legékesebb példája az Andrássy úti Operaház.